Hello, hello, sziasztok srácok! Itt lennénk a VLSMT a Remastered szerverén. Nézzünk egy login panelt, még nincs felhasználat? Ott nincs ide, és készíts egyet. Ó, nem rossz az a panel. Regisztrálj, ti is részes lehetsz, egy jó és szórakoztató közösség. Na, ezt leteszteljük, gyerekek. Aha, hát ez ilyen fajta MT, abogassa, MT-re sikén, vagy nem tudom. Beírunk egy jelszót. Hoppa. Nem tudom, UCP felületük van esetleg? Ja, hogy itt ki kell törölni, hogy újra beírjam ugyanazt. Aha. Jó. Akkor megadjuk a YouTube channelnek a... Nem fogjuk tudni megadni, mert ha tudjuk, akkor mindig eltűnik. Várj. És most? Aha. Akkor ez nem ilyen. Aha, ez az e-mail cím a YouTube csatornán. Nézzük meg, hogy készüljük és regisztrálják a szerverre. Sikeres regisztráció. Ez az infobox kicsit olyan ismerősebb szerű, de jó, nagyobb, jobban néz ki. Ugye automatikusan gondolom megjegyzi, aha, van egy weboldala, van egy fórumja. Ezt most én ki is szeretném ide dobni magam mellé. Ezt később a videó végén megnyitjuk, csak azért szeretném én most ezt megnyitni, mert el fogom felejteni. VLS Remastered. .hu. Na, korrekt az ez is, majd ezt később kitérünk erre, jó? Elnézést, kicsit beteg vagyok, de... Na, vele sem tudom, hogy karakterkészítés. Teljes neve, hát akkor leszünk Marky Parker. Á, leszünk Sanchezok, Sanchez mostában mi. Karakter életkorom, akkor legyünk 28. Karakter testsúlya, legyen egy kicsit egy ilyen, egy kicsit testesebb, de azért még annyira. Legyünk egy 90-nek. Magassága, legyen egy jó magasság, egy 185. Szerintem tökéletes. Karakter neve férfi, nő, logikusan férfi. Az RPS nemet adjuk meg, mert ha bütözés, akkor maga ez egy hülyeség. Ha rossz nevet adsz, tegyük fel, te egy új ember vagy az MP közösségbe, és te ezt a szervert ajánlotta a haverod. Itt azt írja, hogy RP-s nevet adj meg, mert ha nem büntetés van maga után. Ez eddig nincs is gond. Ez logik. A büntetés szerint örök kitiltást eredményez. Miért kapnák azért egy örök kitiltást, mert mondjuk elgépeltetteljük fel a nevet, vagy olyan nevet adtál meg, hogy nem tudtad, hogy neked mi az az RP-s név, mondjuk itt kezded el az RP-t. Akkor azért miért kell egy örök kitiltást adni, és a fekete listára felkerülsz. Tehát a szerveren nem jöhetsz le, ez egy negatívum szerintem. Hát a név, vagy nem raktál alsó vonalat. Aha. Hát azt nem írta, hogy rakjuk a alsó vonalat, na mindegy. De rendben. Karaktere, na ez jó pozíció, jó helyen van. Felszállás 591-es, akkor tídék vagyunk. Vagy vele? Ja, azt hiszem, 72 skin, jó, ez korrekt eddig. No. Versenytő a név, Fun, adminisztrátor, Milka. Nézzük ezt is egy alapvető dashboard. Hát jó, nekem, srácok, azt ne vegyétek figyelembe, hogy mellékesen kilóg, nekem nagyobb 2K-s monitorom van. Nincs autót, szomorú. Ez az IMT-je kezdte el így, de szarni rá jó ez így. Admin egy, na ez... nincs online, aha. Na ez konkrét szerintem. Beállítások. 500 járt, 650, na ez is kurva jó. Szerintem 4000-ig. HD textúrák, működik. Contrax is, Wingnet, karosszére tükrözi. Ott láttok valamit, ott. A HD víz az később esetleg fekete-fehér, jó. Általános, na, tudunk választani ilyet, és ez fegyverhangok bekapcsolása, dikkö gyerek. Te ezzel mi történt? Tehát annak milyen neve van, szerintem még nem töltött be a mód, és úgy lépett, na, ez a célkereszt tökéletes, én ezt használom szín is. Módpanel hamarosan, akunt hamarosan, karakter hamarosan, rendben. Prémium információ, gondolom itt adnak egy kisebb információt róla. PayPal-nal. Hát PayPal fizetés hamarosan, azt nem értem, mert az bármikor lehet, az csak egy gyakunt létrehozás. Elnézést, banki átutalás ugyanúgy, nem nagy nehézség. Egy SMS-re megértem, az egy picit mondjuk úgy bonyodalmas.
prémium shopba lehet venni. Aha, itt lehet venni fegyvereket, temeket. Egyedi fegyverek nincsenek még. És prémium itemek sincsenek még. Aránylag én azt mondom, ez korrekt, viszont az nincs megcsinálva. És itt bukik az egész, hogy lehet, hogy egyedileg csinálták meg a dolgokat. Úgy egyedileg, hogy ez, szerintem ez a dashboard, ez az external gamingnek az editje. Mert external gamingen volt bent ez a skin. És miért ezt a skint jelzi ezen a skin? Lehet, hogy én tévedek, de számomra ez érdekes. Na mindegy. Nézzük el, engedjük el. Scoreboardba elmentette ott a kis képünket, ez fasza. Scoreboard az aranyos. F1 semmi, F2 semmi. F3 ugye frakció, F4 semmi, F1 semmi. Húha. No. Így de pixel. Ez mi? Én tudom, ez milyen hiba. Én azt mondom, hogy ez externálon épül az a szerver, de ez nem biztos. Most ez berakta ezt a radar szett. Így lehet változtatni. Na ez mondjuk faszom. A fele se tudja, hogy minden alapul ez a szerver, mert ez mi egy két radart hoz be, és még az bugos is, mert itt ahogy elnézem, próbálták ezt kitörölni, itt már, ja, de lehet zoomolni. Ez bugos, ez a radar. Kórház, mondjuk a pozíciók azok jók, mert van, amikor az jó határja. Jaj, ez is. Inventory. Ez jól néz ki. Barkecsás hamarosan, magyarul készülőben van. Felmutat, húzz rá az ite. Na, azt megnézzük. Korrekt. Szerintem ez az inventory rendszer, ez korrekt. Hoppá, megnyomtuk a tét. Picit laggolok amúgy a szerveren. Taper show FPS. Hoppa. Show FPS. De miért csak 19 FPS-en van Margit? Szín úgy van izé, mora szar FPS-en úgy van 30, hogy az én az egy szín. Mert ugye nem tud annyit, mivel csak egy magot használ a processzorba, hiába van nekem 6 magosom. Nincs meg a 4,2, akkor baszhatom. Na mondjuk ez egy jó, nekem tetszik ez a modellezés. Ez a VHM azt hiszem még a régi VLS-ben benne volt, de nem mondom 100%-ra. Ez jól néz ki. Azt tetszik, ott kifejezettem. No, megnézzük a... Nincs jog... Ez egy hülyeség, vagy várjál. És ez, rendi. Ó! Oh. Na, aláírjuk. Jobb lassan írta alá. Van egy személyünk. Nincs elegendő szinted. Miért kell a szintem lenni, hogy egy személyét meg tudjak nézni? Ezt valaki magyarázza, guys. Ezt egy hülyeségnek tartom. James, tudti ez a munka? Aha. Áruszelítő. Hát akkor szerintem utisztító ez egy jelzős. Nézzük meg a buszsofőr. A fenéket. Úttisztító. És tudjátok, hogy miért leszünk cigányok? Akinek itt volt egy úttisztítója, és amíg itt van, akkor ellopjuk azt. Ott van-e? De várjál, hova kell menni? Aha, ja, hát itt egy sarokra, most elfutunk, nem lopjuk el azért. Benézzük addig a PD-be. Megnézzük, hogy milyen a... Amúgy a HUD az kurva jó. Azt tetszik a maga játszatóraid. Az is fontos. Na, nem rossz. Lol, ez komoly. Ez kurva jó. Ott a duty helyük. Ez. Ez is ingotessal van megoldva. Na, ez faszod gyerekek, ez személy szerint tetszik. Hoppa, itt egy játék, ez viszont nagyon csúnya. Lehet pénzt berakni, kivenni. Megnézzük az adózást. 10 000-ünk van. Pénz berakása a számlára. Aha, vonadót, jó. Nem gond, csak ja.
Ez miért nem piszi ez a 17-e? Amúgy az FPS nem értem meg, hogy ez miért. Na mindegy. Elnézzük. Ah, nincs lefoglalva egy gépjármű, mink se faszom. Bemegyünk a Payday garázsba. Betunk. Ó, nincs kapu, nem magállak sértés. Jön nem ide. Aha, tudnak a kocsik. Az egy community shop. Hoppá, az meg kur. Ah, egyet látok, csak az egy Opel. Mondom! Mondom, fut utána. De nincs benne stamina, remélem. Ha, nem utánam futott, jó. No, mert ugye az a régi VLS fekvő, az faintos. Nem szeretik tőle munkajárműt magáncélra használni, nem hiszem, hogy 20 ezer forintból mi még lejön adó is, hogy abból na, hogy mondjam, hogy abból a 20 ezer forintból én veszek itt valami autót. Dick. Szóval ja, elmenjünk ez az úttisztítóhoz. Ez a hivatalos fényed sem tőle más, mert látsz, hogy ne csatlakozz rá. Ja, azt tudom, hogy ez a hivatalos, ezt vágom. Csak az FPS-re nem vagyok kibarátkozva, és ez nem tudom, hogy miért. Elnézést, akkor ők is jön. Ó, ott mennek ám a buggolások. Buggolá. No. Lekérjük ezt a gépkocsit. Értem. És akkor az a kérdés, hogy hova kell menni. Na. Hogy csatolunk követ? Téperöv? Nem. Hát hogy csatolok követ? Halljak meg, nincs kiírva. Akkor nem csatolunk követ, faszom. Na, itt megvárjuk a pirost. Amúgy... Jó, ilyen index, jó. Amúgy nem mondnám rossz szervernek így. Az eddigi még le... Ó, végre nem az a régi déli van! Amit még Dobby modell lezett. Srácok, what? Kőke egyen befogyott a délitől az MTA. Szép. Na. Ha itt vásárolsz, mindegy jó áron meg vehet. Hát az egy, nem megvehetsz esetleg? Ha itt... Ja nem! Bocs, például úgy értettem, ha itt vásárolsz. Na. Benzinem 420, na fasza. Ó, ez milyen? Várja. Hogy kell felvenni a... Kocsi nélkül nem tudsz a... Ja, bocs. Várja, mert akkor shoprendszert megnézzük, halljak meg, Magdi. Per a műszak el... Ja! Hogy be kellett volna írnom, hogy elkezd, jó. Ó, ez maga jól néz ki ez a... Volt rendszer, ez tetszetős. Taper elkezd. Ja, elkezd. Aha. Jó vagy gyerekek. Stoff, levisz, az kicsoda. 41. Ez azon belül stoff, more. Most lehet ez fejlesztő, vagy lehet izé is. Tulajdonos is. Nem értem. Ez volt a jogsis? Mert néztem. Maximum szint 99. Azt minek kell kiírni, hogy maximum szint 99. Aha, autós iskola. Jó. Akkor ide majd eljövünk. Megzorgatunk egy... hogy mondják ott ezt? Egy jogsit. Most ezért visszamegyünk a kijelölt útvonalra.
Ha szkorbut? Ja nem, itt laggolok valamit. Itt valami van. Mondjuk ezt az ablakokat egy egyszerű sampeditorba ki lehet szedni. Tök egyszerű. Mondjuk én is azt hittem nehezebb, de miután megtudtam, hogy ilyen úgy egyszerű. Én is kikaptam az összeset. Kőkemény egy. Ha scriptet is megírod hozzá, durván dikabolond. Durván attól függ jó írási sebesség, stb. 10 perc max. Jó, van, aki hosszabban ír, van, aki kurva gyorsan, emberfüggő. Na, itt meg kell állni, vagy nem, úgy is kiírja? Nem, jó. De az viszont ratyi, hogyha... Hogy kötöm be az övet? Már idegesít. Nem, mert nem csipog, de idegesít. Aha, itt meg nem kellett volna megállnia. Most típer öv. Hoppá. Téper öv. Egyszerűen nem jelzi vissza, hogy hogy kötöm be az övet. Ez azért ratyi, guys. Várjál. Ja, itt a staff. Kajak geci ott felül én. Ez nincs izé, OS. Most... Bár egy GB. PM35, ciao. Hogy kötöm be az övet? Lehet, hogy ez egy knockheadly kérdés, gyerekek, de nem ad visszajelzést a játék. Mikor beszálltam a kocsiba, nem adott egy visszajelzést se, hogy ezt és ezt kell csinálni. Most én az F5-öt itt nyomkodálhatom, ha nem lesz semmi. Na, 2000-et viszont már kerestünk, na már nem. Most jön 2000, most egy CP mennyit keres akkor? Lehet az admin se tudja. Ó, 2000-et keres egy CP, bolond vagy. Ez halljak meg, az jó. Mindjárt kiderül, lehet, hogy mondjuk a 2 CP-vel kerestem most 2000-et. Most jöjjünk ugye 4000-re, most kaptuk meg. Lehet, hogy 1 CP 1000-es csak, és akkor 2 CP-nél adja a 2000-et. Nem. CP-nként 2000, de VH nem 1000-es volt. Ezt visszamegyünk, opa. Ezt visszamegyünk, kiderítjük. Az a baj, hogy nem tudom, hogy a jogsi mennyi. Most lehet megyek egy kört, az kiderül 150 ezer a jogsi. Akkor cumi van. Szóval ezt jó lenne tudni. Lámpa nincs, szóval pirosat nem kaphatok, hála az égnek. Viszont el akarok nézni egy autókereskedésről, megnézni, hogy milyen gépjárműveket lehet itt venni. Ja, és hogy milyen árba vannak. Akatok. Az igen. És azt nem tudom még tényleg, hogy erre kíváncsi leszek, hogy úgyis arra vitt az utam, csak ne álljon munkajárvi magáncélra. Hogy akkor kimagyarázom, hogy arra vitt az út, akkor már miért ne álljak meg, szóval akkor nem magáncélra, mert csak benéztem. A valóságban is, ha elmész dolgozni, tegyük fel, postás vagy, és megéheze, és elmész egy izé mellett, azért csak meg állsz kajálni, halljak meg. De jó, mondjuk egy autós bótnál azért nem állsz meg nézelődni, de na, értitek a dolgot, amit mondok. De hát eddig jó keresünk, ha ez ilyen jó keres, az passz, csak az a baj, én a mai szerverekre azért nem szeretek feljárni, mert nem tudom, hogy meddig fog futni. Most lehet fog futni a szerver, kőkemény egy hónapig, és ez egy hónap után, hello amigos. Opa, 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 azt meg kell néznünk, az nagyon tetszetős. Van 20k-nk, bankban is 20, ma van 40 ezerünk. Halljak meg, megnézzük. Picit ilyen, ez kurva idegesítő, hogy össze van bugolva az a kettő. Tök jó, igaz, egy 2 perccel több a bugga, de tök faszán meg lehet csinálni, hogy ne buggoljon. Nagyon munka jár magáncélra, de szarni rá. A bejéleznek, max ennyi volt az izé. A szép videócska. Aha! Viszont már motor leállításnál ezt kiírja. Jó. Motorja leállítom. Nem lesz ki rossz az. Aha, Audi van? Jó, van. Jó, ez a modell. Gyerekek. Lehet, hogy nem az. De igen, miért a externálosra emlékeztet, csak ott ez itt volt. Nem azt mondom, hogy externál.
emlékeztet, lehet, hogy egyedi. Nem rossz amúgy. Kőkemény. Most nézzünk egy korrekt autót, ami jól nézne ki. Nézzünk egy normális autót, hogy mennyibe lenne mondjuk egy olyan, ami a ízlésnek is azért megfelelő. Az nem egy limlom. Nézzük egy ezt a Skylight, 20 millió az. Ilyen jó fizet, mondjuk egy RS-né. Na, azt tetszik, hogy árral növekvőként van felállítva. Aha. Dík, Trabant 300 000 csóró. 4 millió 3, mondom, gyűjtjük egy ilyenre, hát ez nagyon drága. Gyűjtjük egy Trabira, na, halljak meg, legyen szerencsés a családod. Jajjaj. Amúgy az a vicc, guys, hogy írtunk egy adminisztrátornak, és ennyire látszik az adminoknak a munkája. Vagy az, hogy ő se tudja. Na, ez nincs szolgálatba, várja. PM41, Hali, hogy kötöm be az övet? Az admin nem válaszol a PM-re, legyen PM-re simán. Jaj. Úgy. Rá PM-eltünk egy staffra most. Aki logikusan gondolom, hogy... Ilyen jó dagydrangú. Kedves lakosok, rendőrség emberkit keres az állományba. Most miért állította le a motort? Értem. Ja, mondjuk, hogy teleírtam az a... D-min, értem. A maga az autókereskedés, ez egy pacek. Személy szerint tetszik. Meg mondjuk jó helyen is van, itt nagyon nincsenek. Mondjuk mi is, amit csinálgatunk, szépen lassan szervert, így titokba. Ott is olyan helyre próbáltuk az adott dolgokat eddig helyezkedni, hogy ne legyen más szerveren. Jó, most egy déli benzinkutat, logikusan... egy déli helyére kell rakni az északit, nem rakhatom át a déli határ mellé, és akkor északi. Ezeket a modellezéseket logikusan egyetlen egy helyen kell tartani. De mi az, a staff se tudja? Hát akkor ide rosálok mindjárt. Viszont az ilyeneket, hogy autókereskedés, jelenleg a déli benzinkút mellett helyeztünk el egy modellezést, és ott lehet majd az adott gépjárművet megvásárolni. És ugyanúgy realisztikus árba helyeztük a dolgokat, csak mi euróba gondolkozunk. Rossz helyen jöttem le. Jó, de ezt nem is spoilerezem tovább, majd egyszer eljutunk oda, hogy nyitás, stb. Majd akkor lesz erről bővebben szó. Addig tesztelgetünk szervereket, gyűjtünk adott pozíciós dolgokat, hát nem pozíciós, pozitívabb dolgokat, hogy mik tényleg nálunk is jobb, hogy lennének, nem lennének. Például a fekvőrendőr nem lesz nálunk. Trafipak sem. A későbbiekben lehetséges, de fekvőt nem nagyon szeretnék. Hát te, hogy megy ez a szar? Isten. Nos. Szóval jajjön pár dologban, de mindig térünk vissza dolgokra. A, editelhető? Shift plusz M, Shift... nem lehet editelni a izét. A hudot. Én azt hittem, hogy várj-e? Nem. Azt hittem mozgatható a hud. Nem baj. Igazából mindent lehet editelni. De ez a radar, én nem akarok hülyeséget mondni, guys. Én még azt is el tudom képzelni, hogy community. És ha megnézitek, ami ott villog az a szar, az a commerce, nem tudom mi az, nem olvastam utána, nem vagyok ezekben annyira otthon, hogy az mi a kuki lehet. Viszont, hogy ez a pozícióban geci. Na, azt nem értem, miért kell annak villognia. És szerintem egy adott ember egy villogás nélkül is meg tudja állapítani azt, hogy hol van az adott pozíciója. Hoppá! RP-zünk. Hoppá! Ja, angol billentyű.
Barcelona, másik olyan. Most nem fog azért ennyire itt nagyon RP-zni, mert ilyen player-t se látok. Szóval, ja. Viszont, ahogy elnéztem, ugye visszaértük egy kört. És úgy indultuk, hogy tényleg $0 volt. Most leadjuk a kocsit. 40... 40 hány lesz? Kérlek szépen, 42.165, ami 166-at kaptunk azért, hogy beguruljunk vele. Nem rossz. Nem mondom azt, hogy rossz. Viszont én arra azt gondoltam, hogy... Nem kérne. Ahogy elnéztem, miért nem kéri le? Ez így vad lekérés. Hát akkor gyerekek, ez a munka is buggos. Most miért nem kéri le az adott munkajárművet? Valaki magyarázza el ezt nékem. De ez az ablakok kiszedése ugyanitt is egy másodperc, de... Ja. Miszeronkon ezek már meg vannak csinálva. Hála az én legpogom. Halleluja. Viszont, amit nem értek egyszerűen, hogy... mondjuk erre a gyerekre rápélnek. Szia! Mivel kötöm be az övet? Kíváncsi vagyok, hogy ő megválaszolja-e. Mert az elég gáz, hogyha egy admin egy volt, a másik is, az is leszarta a válasz. Ehhez viszont szar, hogy nem a admin nevét írja ki. Ez viszont elég gáz lenne, ha most ő megválaszolna, és a staff meg a másik szart rá. De ha ő is szarik rám, akkor sajnos csak rossz véleményt tudok adni a... És kilép inkább az útiból. Aranyos. Felmondás. Buszsofőr. Murak írt teljesen, rip. Hát, fiú. Én, ahogy elnézem... Itt az adminunk... Nem csúnyáltak ők, de szarnak rá a dolgokra, és ezt el tudom lopni. Megnézzük, kidob vagy mehet? Na! Opa! Opa, Csóró bácsi! Ennyi csak. Nos, itt ahogy elnézem... Mondjuk úgy, hogy az admin szar rám, szar a playerekre. Szerintem csak azért van, hogy beállni a dutiba, picit, hogy legyen, ne vegyék el tőle. F1-es billentyűben. Na végre! De vissza már nem tudok írni. Nem, hát. Kidutizott. Na mindegy. Legalább egy admin a háromból. Tudod, vagyis egy admin, egy staff, és plusz még ő. Így mondjuk két admin és staffból egy ember reagált számúra. Van, izé, büntetés pirosra. Nincs, helyes. Így szívjam úgy az egész. Ez egy nagy hülyeség, amik mennek, hogy izé, jail ez az admin, meg ide. Teljes mértékben így szívj. Rendőr, elkapasz, hello. Na viszont menjünk még egy buszos kört. Utána kielemezem ezt egy picit, ezt a szervert, hogy mit gondolok róla. Azt látjuk a dolgokat. Ezt kapcsolt ki az övedet, hogy kajak. Ja, hát tudom, eddig nem volt ilyen gond, mert... Cseszett mindenkivel. Na. Úristen. És... Jimmy... PM35 ide tudnál jönni. Buggol a busz. Hát én ebből kiszállok, ha nem haragszik meg senki. Ezt is akkor... Nos, tényleg meg tudjuk látni, hogy... 20 perc, hát ezért van itt ennyi. Melye szarnak rá szerintem most. Hát tegyük fel, egy adott ember megütje a szervét, ezért ilyenekre figyelni kéne. Lehívnák egy buszt, de bebuggol a többibe. Én halljak meg, legyen szerencsés a családod, én beszállok. Ez a buszom volt, ja. Ez volt az. Tessék.
Ez papa, ez nem indul. Prelkezd. Fix le. Erre valamit kiírt, hogy hogy kell. Most ez mi, hogy így is admin nem tud segíteni. Mindjárt idegbajos leszek. Na, na, na. Ez igen! Ez igen! Kedves, kisebb probléma, inkább staffhoz. Hát ez nem egy csatmihoz tartozik! Hát ez egy szar szerver, már meg ne haragudjatok. A szerver jó! De az adminok egy ritka szarok. Jöhet rám a ban, nem érdekel. Én az igazat mondom. Mi ez, hogy nem tud segíteni? És általában mi a megoldás, ha valaki nem tud valamit segíteni? Fenn van egy főadmin, akkor írjuk admin chatbe neki. Nincs meg a falon, nice. Hoppá. Jó van, faszom. Srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Én azt mondanám, hogy maga, ha jó lenne a közösség, magyarul az adminok, azt mondanám, gyertek feljátszni. De így, hogy basznak rátok az adminok, szarnak rá, így nincs értelme feljönni egy ilyen szerverre játszani. Ma annak nincs értelme, hogy feljössz a szerverre, tégy fel bebuggolsz, idén az admin nem tud segíteni, kigobol valamit, azt elmegy a picsám. Úgyhogy mindenkinek legyen meg a saját vélemény a szerverről, hogy maga a szerver kurva jó, mert modellezés ügyileg, mappalás ügyileg patent, script ügyileg is azt mondom, hogy jó, mert jobb, mint a régi VS, kinézet ügyileg is azt mondom, hogy jó, de ha egy adminok így elcsészik a szernet, akkor ne várjam az adott tulajdonos, se a fejlesztő, se a magasabb rangban lévő emberek, hogy jöjjenek ide játékosok játszani. Én most figyelj, ha azt nézem, játszik 62 ember, nem hiszem, hogy ez hosszú életű lesz így, hogyha így állnak hozzá a szerverhez. Maga a szerver jó, mert tetszik, még akár el is tudnám képzelni, hogy játszok itt, de így ilyen admin, azok mellett itt sajnos biztosan. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek az adott videót, további szép, akár reggel, délután, estét, aki, amikor nézte meg ezt a videót. Na, sziasztok, hello, hello.